Immáron hatodik alkalommal szerepelhetünk itt Belfortban a Nemzetközi Zenei Fesztiválon, a FIMU Fesztiválon. Ez az iskola életében jelentős esemény. Két évente, az utóbbi időszakban két évente jöttünk el ide, ahová meghívással érkeznek az együttesek, és büszkén mondhatom, hogy Magyarországról csak mi vagyunk, tehát mi képviseljük nem csak Miskolcot, hanem Magyarországot is. A gyerekeknek szintén nagyon-nagyon sokat jelent ez. Azt gondolom, hogy életre szóló esemény mindannyiuk számára, hiszen itt olyan élményekben részesülnek, amikre aztán nagyon sokáig emlékezni fognak. Ez érvényes mind az előadásokra, a zenei fellépésekre, a zenei élményekre, és ugyanúgy érvényes arra a közösségre, arra az összetartozásra, ami itt bennük megjelenhet, megszülethet. Miskolc. Miskolc. Miskolc, désolé. Voilà. Qui est une ville industrielle, une ville universitaire, et forcément, vous trouvez tout de suite les rapports qu'il y a avec Belfort. Voilà, donc je n'en dis pas plus, donc je laisse la parole à l'orchestre symphonique d'Egressy Erkel. Hein. Egressy Erkel, sorry. Vive le FIMU, bon festival, et vive la musique et vive Belfort. Merci à tous. Egressy Erkel ifjúsági szimfonikus zenekarnak hívnak minket, és első útunk annak idején Olaszországból Ferrarával vezetett. Nem voltak könnyek a kezdeti lépések, viszont az intézménybe kiváló képességű gyerekek jelentkeztek már akkor is. Nagyszerű volt a tanári kar, hogy is mondjam, nagyon jól menedzselték a zenekart mindig a mindenkori igazgatók, és én pedig kiváló partnerekre, segítőtársakra találtam a tanárkollégáimban. Nagyon magas színvonalú a hangszeres oktatás, ez köztudott országszerte a mi intézményünkben, és olyan nagyon nehéz dolgom nem volt egy jó zenekart összeállítani. Persze szükség volt bizonyos időre, hát évek munkájára. Én nem látom a közönséget, a gyerekek igen. Amikor a konferenci részéről elhangzik Bartók neve, akkor egy rendkívül finom morajlás a közönség soraiban, és az embereknek az arca szinte földerül. Egy hatodik alkalommal vagyunk itt, és ilyen zenekar, tudomásom szerint, akit már hat ízben meghívtak a Belfori Nemzetközi Egyetemi Művészeti Fesztiválra, nincs még egy rajtunk kívül, és ez egy nagyon jó érzés, hogy szeretnének bennünket hallani. Nagyon komoly művészek döntenek, hosszú folyamat ez. Például ebben az évben csak március végén döntöttek véglegesen. Két komoly zsűrizéssel őzte meg a válogatókat tulajdonképpen. Az ő számukra mi jelentjük a magyar zenét, a magyar kultúrát. Ez megint egy kicsit nagyobb súllyal nyomja az ember vállát, hogy amikor koncerteket adunk itt Belfortban, ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Thank you.
Az együttes összetétele vegyes. Jelenlegi és volt növendékek egyaránt szerepelnek benne. Az együttes nagy részét a jelenlegi növendékek teszik ki, de jó néhány volt tanítványunk is eljött erre a gyönyörű fesztiválra, és ezzel erősítik a zenekart. Ismerik egymást korábbról, korábbi fellépésekről is, úgyhogy azt gondolom, hogy igazából ez egy ilyen módon összeszokott csapat, és hogyha netán olyan arcok találkoznak egymással, akik korábban nem játszottak együtt, ők is nagyon hamar megtalálják a közös hangot, hiszen a zene nyelve nemzetközi, az együttes vezetője mindenkivel régóta tartja a kapcsolatot, úgyhogy igazából egy ilyen nagy örömünnepély ez mindannyiunk számára. Én zongoraművész szeretnék majd lenni, ahogy felnövök. Egy hónapja Kassai Nemzetközi Zongora Versenyen 3. helyezést értem el, és márciusban 2 évvel idősebbek ellen versenyeztem, és országos zongora versenyen 3. lettem. 2 évvel ezelőtt Ferenci Zongora Versenyen lettem 1., és Bécsi Nemzetközi Zongora Versenyen 2. helyezést értem el. 2 évvel ezelőtt szintén volt Kassai Nemzetközi Zongora Verseny, ahol 2 évvel idősebbek ellen versenyeztem, és ott 5. helyezést értem el. Nagyon nagy élmény volt ilyen nagy közönség előtt játszani. Hát mindig szólóban játszok, most játszottam először zenekarral. Van egy finom átmeneti ritenúton, nézzétek meg, legyetek szívesek. Hátulról számított 1-2-3 negyedik taktusban, és a hátulról számított második taktusban van egy olyan ritenútó, ami tulajdonképpen csak tételzáró. Thank you.
Hát valamilyen szinten én alapító tag vagyok, ugye, bár mert annak idején még, amikor én elkezdtem az Egressibe hegedülni, akkor hát már akkor bekerültem a zenekarba, aztán onnantól kezdve én végig csináltam. Akkor se hagytam abba úgy, amikor elmentem például középsuliba, vagy fősulira Debrecenbe kerültem, de nem, mert szeretek velük dolgozni, mert itt még mindenki szívből játszik. Mindenki azért jár próbára, mert nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert szeretik ezt csinálni, és tényleg szívvel, lélekkel játszanak. Végignézek a közönségen, amikor mi itt tegnap például, amikor játszottunk, hatalmas sikert arattunk, és végignéztem a közönségen, és felállva tapsoltak. Nem szerencsés dolog zenekarokat összehasonlítani, mérlegre tenni, hogy ki a jobb. Ez centiméter szalaggal vagy stoppelórával nem mérhető. Van viszont van egy olyan tényező, ami mellett nem mehetünk el. Az Egressi Erkel Ifjúsági Szimfonikus Zenekar mindig lélekkel, lélekből muzsikál. Most majdnem azt mondom, hogy lélektől lélekig. De valami ilyesmi történik a színpadon, ami magával ragadó. Tehát viszi a közönséget, a karmestert is, hát hogy ne. Na most nyilvánvaló, hogy azért alapban egy zenekarnak tisztán kell szólnia, kiegyensúlyozottan kell szólnia, tehát a balansznak működnie kell, a műsorválasztásnak jónak kell lennie. Különben erről nem beszélhetnénk. És ez megint egy nagyon nagy pozitívum, hogy minket a professzionális együttesekkel hasonlítanak össze. És a gyerekek most ebből az összehasonlításból francia kritikusaink szerint győztesen kerültek ki. Két éves vagyok, hegedűn játszom. Idén jöttem a zenekarba, és nagyon jó. A zenekarban azért jó játszani, mert olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik szintén értékelik a zenét, és azért szeretek zenélni, mert a zenében minden érzésemet ki tudom fejezni. Van egy duónk, Tóth János Márka, ő az unokatestvérem egyébként, és vele 6 éve megnyertük a Bartók Béla országos dóversenyt, most áprilisban talán 3-ak lettünk. És hát annak fényében, hogy ugye mind a ketten egyetemisták vagyunk, és nagyon sokat kell tanulni, kicsit kevesebb volt a idő a próbálásra, ahhoz képest szerintem ez így elfogadható remény. Hát én fuvolázom 2,5 éve, és hát tök furi volt, mert így fél év után így bekerültem a zenekarba. És hát akkor még így kb. Semmit nem tudtam lejátszani, mert így hát azért elég nehéz volt, hogy... És hát amúgy most már úgy kezdek fejlődni, és úgy már egész jó. És nem tudom, nekem az így nagyon jó érzés, hogy így nagyon sokan vagyunk, és a hangzás én tök jó. És hogy nem tudom, így, hogy együtt csinálunk valamit, ez is így szerintem nagy dolog. Meg hogy így az emberekhez talán így közelebb jut a dolog, hogy ilyen sokan vagyunk. Hegedűn kezdtem tanulni, és egy pár év után Gergely Péter pártanár úr szólt, hogy lenne alkalom arra, hogy zenekarba járjak, és ez nekem nagyon, nagyon jól esett, mert tehát tényleg ez egy nagyon, nagyon nagy lehetőség számomra, és meg az, hogy kijuthattam ide Belfortba, Franciaországba, minden már másodszor. Idén egyedüli ütős vagyok az együttesben, most így alakult. Mindig megpróbálom a legfontosabb szólamokat bejátszani. Könnyű zene felé húzok inkább,
Most az első terv, hogy befejezem az egyetemet, és utána majd meglátjuk, mi lesz. De zenélni mindig szeretnék majd. Ezek az utazások is nagy élmények. Egyrészt a társaság miatt, másrészt a koncertek. A sok ember, ahogy tapsolnak a végén, az is egy jó érzés. Szoktunk másoknak a koncertjére is beülni, és ezekből lehet tanulságokat levonni. Pár éve klarnétozok, és most szeptembertől vagyok benne a Egressy Béni ifjúsági szimfonikus zenekarában. Nekem nagyon tetszik, mert hát én inkább ilyen csapatjátékos vagyok, és én jobban szeretek csapatban lenni. Egyrészt nincs rajtam akkora teher, meg hangulatosabb. És a magyarok vendégszerepléséről Léa Girarden, a fesztivál igazgatónője a következőket mondja. Idén május 17 és 20-a között már 27. alkalommal kerül megrendezésre a FIMÜ. 130 csoport vesz részt rajta a világ minden tájáról. Az Egyesült Államokból, Kínából, de még Burkina Fasóból is érkeztek vendégek. És természetesen itt vannak önök Magyarországról is. Azért egyedülálló ez a fesztivál nálunk
Franciaországban, mert ezen tényleg szinte minden nemzetiség képviselteti magát, és nem csak klasszikus zenét játszanak, van itt jazz, rock és pop zene is. A kiválasztási folyamat természetesen nagyon komoly, és igen szigorú követelményeknek kell megfelelniük azoknak, akik hozzánk akarnak jönni. A Miskolci zenekart azért választottuk ki már 6. alkalommal, mert nagyon meg vagyunk velük elégedve, és úgy gondoljuk, hogy nagyon magas színvonalú műsorral jönnek. Az esti koncertet természetesen én is láttam, és meg kell, hogy mondjam, nagyon tetszett. Ezúttal is köszönöm az Egresinek, hogy itt voltak, és hogy elfogadták a meghívásunkat. Juste, je tenais à remercier donc l'école Egressi et l'orchestre pour leur venue à Belfort et qui a ravi tout le public. Merci à vous.
Én zongoraművész szeretnék majd lenni, ahogy felnövök. Egy hónapja Kassai Nemzetközi Zongoraversenyen harmadik helyezést értem el, és márciusban két évvel idősebbek ellen versenyeztem, és országos zongoraversenyen harmadik lettem. Két évvel ezelőtt Ferenci Zongoraversenyen lettem első, és Bécsi Nemzetközi Zongoraversenyen második helyezést értem el. Két évvel ezelőtt szintén volt Kassai Nemzetközi Zongoraverseny, ahol két évvel idősebbek ellen versenyeztem, és ott ötödik helyezést értem el. Nagyon nagy élmény volt ilyen nagy közönség előtt játszani. Hát mindig szólóban játszok, most játszottam először zenekarral. Van egy finom átmenet egy ritenúton, nézzétek meg, legyetek szívesek. Hátulról számított 1-2-3 negyedik taktusban, és a hátulról számított második taktusban van egy olyan ritenúton, ami tulajdonképpen csak tételzáró. Thank you.
És a magyarok vendégszerepléséről Léa Girarden, a fesztivál igazgatónője a következőket mondja. Idén május 17 és 20-a között már 27. alkalommal kerül megrendezésre a FIMÜ. 130 csoport vesz részt rajta a világ minden tájáról. Az Egyesült Államokból, Kínából, de még Burkina Fasóból is érkeztek vendégek, és természetesen itt vannak önök Magyarországról is. Azért egyedülálló ez a fesztivál nálunk Franciaországban, mert ezen tényleg szinte minden nemzetiség képviselteti magát, és nem csak klasszikus zenét játszanak, van itt jazz, rock és pop zene is. A kiválasztási folyamat természetesen nagyon komoly, és igen szigorú követelményeknek kell megfelelniük azoknak, akik hozzánk akarnak jönni. A Miskolci zenekart azért választottuk ki már 6. alkalommal, mert nagyon meg vagyunk velük elégedve, és úgy gondoljuk, hogy nagyon magas színvonalú műsorral jönnek. Az esti koncertet természetesen én is láttam, és meg kell, hogy mondjam, nagyon tetszett. Ezúttal is köszönöm az Egresinek, hogy itt voltak, és hogy elfogadták a meghívásunkat. Juste, je tenais à remercier donc l'école Egresi et l'orchestre pour leur venue à Belfort et qui a ravi tout le public. Merci à vous.
À l'orchestre symphonique d'Egressi Erkel, hein, Egressi Erkel, sorry. Vive le FIBU, bon festival et vive la musique et vive Belfort. Merci à tous. Egressi Erkel ifjúsági szimfonikus zenekarnak hívnak minket, és első útunk annak idején Olaszországba Ferrarával vezetett. Nem voltak könnyek a kezdeti lépések, viszont az intézménybe kiváló képességű gyerekek jelentkeztek már akkor is. Nagyszerű volt a tanári kar, hogy is mondjam, nagyon jól menedzselték a zenekart mindig a mindenkori igazgatók, és én pedig kiváló partnerekre, segítőtársakra találtam a tanárkollégáimban. Nagyon magas színvonalú a hangszeres oktatás, ez köztudott országszerte a mi intézményünkben, és olyan nagyon nehéz dolgom nem volt egy jó zenekart összeállítani. Persze szükség volt bizonyos időre, hát évek munkájára. Én nem látom a közönséget, a gyerekek igen. Amikor a konferenci részéről elhangzik Bartók neve, akkor egy rendkívül finom morajlás a közönség soraiban, és az embereknek az arca szinte földerül. Egy hatodik alkalommal vagyunk itt, és ilyen zenekar, tudomásom szerint, akit már 6 ízben meghívtak a Belfori Nemzetközi Egyetemi Művészeti Fesztiválra, nincs még egy rajta.